Én arra kérek mindenkit, hogy most néhány másodpercig gondolkodjon el a tipikus magyar rasszjegyeken. Úgy, hogy nincsenek. Nem szavazok az európai eszmék ellen, nem szavazok a bármilyen bőrszínű és vallású magyar barátaim ellen, nem szavazok magam ellen, és legfőképpen azért nem szavazok a Jobbikra, mert mindezt alig mertem elmondani a kamerában. Na hát gyerekek, én nem szavazok a Jobbikra. A Jobbik akármivé akarja magát maszkírozni, a megnyilvánulásai, a gondolkodás úgyis az eszmély szerint nettó náci párt. Ezek nagyon sokszor megbukott eszmék, amiket ők képviselnek, és tisztességtelennek tartom azt, hogy a legrosszabb helyzetben lévő, legnehezebb sorsú emberekkel megetetik ezt a demagógiát. Aki ma Magyarországon a Jobbikra szavaz, az a saját szerencsétlenségére, kilátástanságára próbál meg keservesen válasz és kiút helyett bűnbakot találni. Amennyiben jobban élnének az emberek, akkor ez a párt nemhogy 5%-ot nem kapta, de jelen sem lenne a magyar politikai életben. Ha van egy olyan párt, amire semmiképp sem szavaznátok, akkor menjetek el szavazni, ha jót akartok, és nem Jobbikot. Én azért nem szavazok a Jobbikra, mert nem szeretem a nemzetszocializmust, nem szeretem, hogyha kiközösítenek embereket, csak azért, mert más a bőrszínük, a vallásuk, a nézetük, vagy bármi. Ne tegyétek! Én nem szavazok a Jobbikra. Ha még számít neked valami egyáltalán ebben az országban, ne a Jobbikra szavazz. Nem szeretnék egy olyan országban élni, ahol legitimitást kap az, hogy részeg randalírozó fiatalok kocsikat gyújtogatnak föl, aztán betörnek a televízió épületébe, és fogják magukat és ellopják a tévémacit. Hogyha Jobbikra szavazol, akkor olyan leszel, mint Vona Gábor. Te sem leszel egy szalonképes ember. Olyan leszel, mint egy kellemetlen fingény múzeumban. Számomra az a fontos, hogy egy szabad, egy nyitott és egy európai környezetben élhessek. Tudtad, hogy a gyűlölködés árt a szépségednek, sőt, ami sokkal rosszabb, az egészségednek is. Április 6-án tehát ne a gyűlölködésre szavaz, hanem az elfogadásra. Ha egy normális, élhető, demokratikus, európai értékeken alapuló Magyarországot akarunk, akkor nem szavazhatunk a Jobbikra. Nem szavazok a Jobbikra, mert nem szeretném, hogy a nevem miatt elítéljenek, és a profilomért. Szerintem a rasszizmus egy hibás logikai következtetésen alapszik, mert azt állítja, hogy egy ember viselkedését tekintve sokkal fontosabb a származása, mint azok a tényezők, hogy például milyen családi háttérrel rendelkezik, vagy milyen oktatásban részesült, vagy sok más ezer olyan tényező, ami még befolyásolja egy ember életét. És azt gondolom, hogy a Jobbik az folyamatosan ilyen hibás logikai következtetésekkel él. Minden bal, jobb, közép politikusnak mondom, hogy illetve politikai pártnak, hogy menjetek a hogy elértétek azt, hogy van egy Jobbikunk. Gratulálok! Nem könnyű a választás, de egy biztos, hogy a Jobbikra nem lehet szavazni. Én nem szavazok a Jobbikra. Nem nagyon szeretem, amikor a kiskutyás, kiscicás videók mögé olyan üzeneteket rejtenek, amiket ők vallanak. Kémiai kasztrálás? 2014. Én a bőrszínem miatt alapból hátrányos helyzetből indulok, ezért sem szeretnék arccal véleményt formálni, mert félek. Kezemben két kedvenc könyvem, az egyik a magyar irodalom története Szerbantartól, akit Balf közelében öltek meg a Jobbik hajdani elődei, a másik Radnóti Miklós naplója, és ez se így végződött volna, hogyha Abdánál nem lövik bele abba a tömegsírba. Szerintem nagyon. Gyerekeim, megfélemlítés nélkül élnek ebben az országban. A minap 10 év körüli gyerekeket hallottam beszélgetni, és megütött egy mondat a fülemet. Azt mondta az egyik kisfiú, hogy milyen klassz, hogy különböző kultúrák és népek vére harmóniában tud bennünk keveredni. És az jutott az eszembe, hogy milyen jó lenne, hogyha mi felnőttek is tudnánk ilyen bölcsen gondolkodni. Bárhova mész Európában, akkor téged a Jobbikkal fognak azonosítani, és nem leszel szalonképes, nem szívesen beszélgetnek majd veled az emberek. És ami a legrosszabb, én se leszek a barátod. Én nem szavazok a Jobbikra. Nekem ne szavazzon a Jobbikra. Szavazz a Jobbik ellen te is. Aki szegregál, aki kiszorít, aki kisajátít, aki rossz politikai üzenetek miatt rossz hangnemben beszél bizonyos fontos dolgokról, kriminalizál,
Na az nem való semmilyen demokráciába, semmilyen parlamentben. Úgyhogy arra kérlek titeket, hogy menjetek el szavazni, és szavazzatok a Jobbik ellen. Én sem szavazok a Jobbikra. Úgyhogy szavazzatok a Jobbik ellen. Te se szavazz a Jobbikra. Ne szavazz a Jobbikra, ha még egyáltalán számít neked valami ebben az életben. Talpra Magyar, szavazz a Jobbik ellen.